Mert tátogok azért. Szegény kodácskának kicsit nehez... Hát esélye lesz. Biztos, hogy van hangom, most már működik, most már pacek, frankó. Majgerics, jó, Porsche. Porsche, itt van. Hát választhatok turbóst vagy szívó motor közül, szívó motorral kezdünk, szia, csöröge. Kezdünk egy szívó motorral, kezdünk egy bemelegítéssel, nem akarok oda menni. Tü, Road America, Prága, Nordschleife, oké. Race setup, 5 kör, megküldjük 2 körrel. Menjünk esőbe, halott, pattintsunk oda, hát bozi, aki elveszi. Ezt bepattintjuk. Igen, azt nem toljuk rá, mert az esélytelen. Rewind off, az kell. Jó, ennyi nagyjából. Akkor 2 körünk lesz esőbe. Nem volt időm ma semmire. Nemrég értem haza, hosszú napom volt, sokat dolgoztam, úgyhogy mi nem volt időm ilyenekkel foglalkozni, bocs. Meglátjuk, hogy a sor hogy fog teljesíteni. Kíváncsi leszek. Bár mondjuk az Octaviában jobban ültem volna, hogyha jön egy izé, abból egy elektromos, de abból azért nem jött elektromos, mert ugye az Octavia az MQB platformot használja. Az új MQB platform, de az, mint az O3-nál. Ugye az enyakú meg izét használja a MAP platformok. A Modular Electric beje valami fasságot, az újfajta. Nézd meg a képeken, nézd meg az első túlnyúlást, hogy mennyire pici az első túlnyúlása. Mennyire kicsi, mint az ID3-nál, hogy az első túlnyúlás egyszerűen annyira kicsi. Ugye nem kell ugye belső égési motor, ezzel nagyon kicsi lehet az eleje. Na nézzük, a szívó motor kárpóta le minket. Várjál, mert lehet, hogy izébe van bepattintva. Szerintem a következő generációból már lesz elektromos Octavia. Én azért mernék rá fogadni. Átpattintjuk. Ja, kézében van, jó van. Akkor no para. Bocsi tesóm, de sietek! Hogy fordulsz azzal a Hondáddal, vagy Akuráddal, vagy majd jó istenne? Igen, amikor megjön a szívó motor. Mi az a lila izé? Amikor megindulunk. Akarom, mint a Kodiak, majdnem akarom, mint a Kodiak. A méretei azok szépek. Nagyobb, mint az ID3, ugye ezért Skoda, hogy a méretek azok mindig nagyobbak, mint a Volkswagené. 9000 fölé pörög. Ez meg lesz külső évről. Fiam, én már ott voltam az éven. És hagyjál, mert nincs nem annyi olaj. Előttem kell balesetezned. Amúgy full hátsó kerekes, nincsen ABS-em, nincsen ESP-m. Nincsen kipörgésgátlom, csak van két lábom meg, kezem meg a váltások. Elismertem ezt a fék távot. Ez egy kicsit magas fordulat számon kell tartani a szívó motort.
Ferrari és a 458 GTB sátsó kerekes. Milyen hangja van? Megfontoltak vagyunk, nem szállal az agyam, nem szállal az agyam. Nem szállal az agyam, nyugis vagyok, koncentrálok. Csak nyugisan. Semmi hirtelen mozdulat. Nekem nagyon tetszenek, szerintem kurva jól áron nyitott, nem lesz semmivel se drágább. Bárki, aki jelenlegi generációs kártyát használ, nem éri megváltani. Aki mondjuk már, mondjuk 2K 144 Hz-en játszik annak talán, aki Full HD-n az még kurvára, nem aki Full HD, mit tudom is, 144 Hz-en annak se nagyon. De nehéz közben pofázni meg vezetni ezt a Porsche-t! Ne csúszd meg, bébé, ne csúszd meg, bébé, itt van apu! Mondom, hogy itt van a... Ne gyere neki a Porsche-mnak, mert kiszállok, azt megöllek. Jönnek ezekkel a turbó szutykokkal ellenem, hát... A GT2-es ugye két darab turbót kapott és összkereket. Ezen nincsen turbó. Ezen nincsenek ilyen problémák. És tudom 9000 fölé is pörgetni. Azt a micsoda helyzetfelismerés van itt, kérem szépen. Nem, az azért annyira nem érdekel. Balról, jobbról, jobbról. Azért ezt nem mertem itt bevallani ebbe a csúszós esőbe. Mi van? Mi van? Megcsúszunk, az van, megcsúszunk, de szép lett volna az elképzelés, csak nagyon rátettem megint a fűre. Mondjuk egy polsztárt adnék. Ezt lehet kihozzuk. Azért a szép előzés volt ott a visszafordítóba. Persze, hogy megint meg kell csúsznod. Nem merem visszatenni kettesbe, mert kettesbe csak forogna.
És egy helyben az a baj. Persze GTR összkerék, hát de jó. 510, hogy mennyi ez a szívó boxer? Tartjuk az éveken. De mit fékezel be? Mit fékeztél be ott? Mi volt ez a befékezés? Az mi volt ez a befékezés, hogy full a kanyar kellős közepén? AMG GTR. Gyorsítás. Tökéletes hiba nélkül. Hú, jön egy hatodik. Viperre, hagyjad már magad! Nem merek visszaváltani a kettesbe, megcsúszik instant. Na gyere! Megesik, hogy nem lehet bevenni a kanyart. Nagyon kis közös bárány. Az eszét az utolsó erőfejen az elsőre.
Kurva, jó az a kocsi. Ráfékeztem hirtelen. Kiúzik utána a GT2 RS-t. Legjobb kocsi, kurva jó! Tehát már elkezdte dobálgatni azért balra-jobbra a seggét. Váltunk vissza a harmadikba, mert... Nem csúszol meg!
nagyon félek, hogy csúszik. Bidangó csúszik a végként a pálya. Az hogy elindult a feneke keresztbe? Yes! Fú! Ennyi. Kirenc 46. Inkább 47. Na így kell. Így kell itt felhozni a dolgokat. Érted? Nem riálunk meg ilyenek. Felhozzuk. Kész, ennyi. Hátulról rajtolunk. Izé. Balfasságon előtt. No problem, megyünk, kész, csináljuk, ennyi. Nézd meg, hogy örülünk, érted? Hát azért csak egy Porsche-val vagyunk. És megint több, Jézusom, 101 ezer kredit. Na, a 150-es szinten vagyunk talán? 151. Formulát, persze, hogy összehasztom, hogy verda, verda. Arra is jobban van valami? Azaz, az kell nekem. Jó, az nem kell. Megerics. Mondtam, hogy hátsó kerekes. És itt van a fenevad, a GT2RS. Kizony GT3RS, ez még nagyon, mi mindig ez nagyon durva. 9008 Spider, elmebeteg. 2091 Turbo S. És 4.0. Ja igen, ez a Forza izé. Tényleg izé Forzaton valami van? Valami vagy? Oké, okay, ott van forzató. Na, adsz valamit. Complete 10, complete 3 laps at Nürburgring in the rain. Hoppáré! Akkor még egyet megyünk. Drift score, hát az nem hiszem, hogy meg lesz complete 1. Mugello. Multiplayer races. Ennyi? Ennyi verdezt el összesen adni? Hát az nem olyan sok. Az nem olyan sok.
Na, hát akkor a kis Panamérát is azért meg kell járatni, aztán megjön a GT2-es. Oh. Kihozunk egy Volvo-t szerintem, egy S60-as Polestar, talán ebbe csak a úgy kombi is benne van, a E60-as, hogyha nagyon is benne van a E60-as, akkor azt hozzuk ki. A Polestar-t, kihozunk egy M4-et, egy M4 GTS-t, egy M5-öt. Most csak a challenge miatt menjünk még egyszer esőbe, amúgy nem hiszem. Jó, az összkerekes, ez teljesen más eső, másodjobban viselkedik, mint a full hátsó kerekes. Ugye ez biturbo, V8, ez más, ez másabb ez a, ez mint egy 911. Harmadik helyre a Frankon? Ez jó, visszaestem a 11. helyre. Hoppá, Bentley! Lehet, hogy ez a nem ér, pont nem ide való. Váltassuk, mert nem értem miért ilyen, ilyen furcsa. Kicsit ez több volt, mint amit szabad volna átvinni ezen a kanyaron. Valahogy a 911 pörgősebb. Élénkebb, jobban mozog.
Gyerünk. Fú, de nem fordul be. Fú, de nem bírtam az órát befordítani ott. Nagyon a széle. Ennyire nem baj, hogyha éteszene, nem váltok neki. Batár nagy kaszni, mire befordul. Kicsit sok volt a kelleténél, mivel be kellett volna venni.
Ajaj. Csak egyszer tisztik valahogy. Hát ez egy sima győzelem volt, azért itt nem nagyon izzadtam meg. A kis Panamera. Beteg ez a kocsi is. Aztán forzaton sikerült. De szerintem már megvan ez az izé, a bubu. Emlékeim szerint pont ez talán ebbe volt kettő, vagy ezt szereztem meg a múltkor? 932 ezer. Nem igen 1 millió környékén szoktam mozogni. BMW M1. Az kell. Ez kell, mert ez jó. Ezt is hozzáadjuk, mert ez jó. A többi az nem. Verdát kell választani. Porsche-val mentünk. Szigorú, hát igen. De érdekes, meg Toyota van benne. Na mindegy, a francia tudja, hogy mi van. Jó kis Touareg. Volvo XC90. Rész. Van-e valami jó dizájn? Igen, jól néz ki feketébe. Baszki, nem ezt akartam. Nem akarok ki matricázni, csak le akarom festeni.
sok minden nem lehet rajta tuningolgatni. Három liter V8, 5-2 V10. Hát jó, hát akkor most na, marad ez. Dubáj, mondjuk itt egy 5 köröcskét csapjunk. És aztán kiderül, hogy mi van. Aztán kiderül, hogy mit tud az i8. Na. Pattintsuk azért össze magunkat, összekapírgáljuk magunkat a padlóról. Stolt, azaz 4.88 vagy 4.50 speciál ellen. Az jó, Viper, Aston. Mód sport. Hát ez bukó. Nem kellett volna bekapcsolni a rewindot. Mód.
Lehet, hogy az jobb. Na jó, akkor innen folytatjuk. Hú, úgy érzem, ezt az 8-at le kell cserélni, az nem.
Ez kell ide. Ezek ellen, mert hát... Kicsit keményebbek a fiúk, mint mi. De hozzunk ellenünk egy olyat, amivel simán le tudjuk őket nyomni. Na, menjünk. Tudom, nekem lilából egy nem adja. Mert. Bocsi. Nagyon sok volt ott a gáz. Tíz. Ez mi volt? Hogy tudtam így becsúsztatni oda? Csezd meg! Minek fékezel belőtt? Minek? Áruld el nekem! Ott minek?
Ez kanyar, ez kompletten itt el lett pattintva. Megint kezdem. Hát ugye az MS lesz már az utolsó kör, mert ez így... Neki nincs értelme ennek szemben. Utolsó menet. De majd a versenyt nem fogunk bírni megcsinálni! Ne basszál fel! Túl sok, nagyon sok. Annyit nem bírok átvinni, akármennyire jó a Porsche. Thank you.
Az már nem a pálya része neki. Ezt 4-esre kell... 3-asra akartam, meg visszatettem 2-esbe. Én hülye állat. Én hülye állat. Hát picsáját, nem már ezzel a hiba miatt bukja.
Legalább egy szép eredménye hozzájám ezt a mai streamet, hogy már ennyire rövid lett szokás szerint. Nem tudom meg miért bicskázik be. Akkor van az, amikor nem tudok koncentrálni, nem megy egyszerűen. Igen, ezt itt... Ezt itt kell lezárni. Utolsó helyről. Utolsó helyről. Na, ezt nem ezem egy jó streamnek a lezárásának. Kettő-harminckilenc. Azért kapták az évet. Mint 1 millió XP kredit. Ez már legalább felléptünk szinteket. Tér 23. Megnézzük, lehet-e valamit venni a race shopba. Az XP nem érdekel. Igen, hát itt vannak az olcsó verdák. Mára mennyire olcsók. XC90, Volkswagen Touareg, Nissan Juke. A Subaru Volvo, Subaru Legacy, Acura. Fókusz, ott a fókuszeres, ott a Honda Civic Type-R 15-ös, Q7 ML63, ott az M2-m, a TTRS, a Volvo-k, C32, ötvenes Bentley Speedheart, Ferrari California, a még a szívó motoros verzió, ennek a legendás dolgok, Aventador, az mondjuk nem lenne egy rossz, Audi R18 2012, R18 2014, hoppá, Peugeot 908, R15, Porsche 919. Na, az nincs meg. 99X Regera, igen. Porsche Edition. Ez elvileg megvan, tudtam ma. Ezt nyitottuk ki.
Hát, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!